A vádirat szerint a férfi ellen más bűncselekmény miatt is folyt eljárás, mert korábban akadályozta egy személygépkocsira elrendelt végrehajtási eljárás lefolytatását. A fenti esetet követően 2023. júniusában több ebb megtámadta a vádlott rokonainak Ceglédi közterületen kikötött és őrizetlenül hagyott pónilovait. A férfi elhatározta, hogy felkutatja a támadó kutyákat, hogy elpusztítsa azokat, valamint a gazdáikat elszámoltassa. Ezzel a céllal autózott a pónikat érő támadás helyszíne körül, amikor észrevette egy közepes termetű kóborkutyát, amelyről azt feltételezte, hogy köze lehetett a támadáshoz. Ekkor megállt, kiszállt az autóból, majd magához vett egy szamurájkardra hasonlító vágóeszközt. Miután kiszállt, legugolt, magához csalogatta az egyébként barátságosan viselkedő kutyát, amely csaholva, a farkát csóválva közelített hozzá, olvasható a Pest vármegyei főügyészség sajtóközleményében. A vádlott kihasználva, hogy az elé érő kutya barátkozási szándékát kifejezve a hátára feküdt, a kezében lévő karddal nagy erővel az állat torkára vágott. Ezután visszaült a gépkocsiba, majd elhajtott. Bejelentés érkezett, hogy ott fekszik az utcán egyik ház előtt egy kutya, el van vágva a nyaka, menjünk érte. Kimentünk érte, mire beértünk vele, akkor a kutya meghalt. Tehát valaki elvágta a nyakát. Most az előzmények az voltak, hogy fölrakott valaki a Facebookra egy olyan posztot, hogy így is úgy is megcsonkítom a kutyát, mert megölte a pónimat. Utána fönt volt egy másik poszt, hogy 500 ezer forint jutalmat adunk a segítőnek. Utána rögtön másnap fönt volt téve, hogy köszönjük a segítséget, mehet a segítő, fölírta az utca házszámot, hogy hova mehet a jutalomért. Tehát ma fölmerik írni azt, hogy így is úgy is végül is meggyilkolta a kutyát, nem ilyen szavakkal, hanem hogy megcsonkítom, ami ugyanazt jelenti, meg még azt is, hogy 500 ezer forint jutalmat ad annak, aki segít. A férfi ellen bírósági végrehajtás akadályozása, illetve állatkínzás vétsége miatt emelt vádat.